Itt a szekszárdi lőtér alatt található a városi vízbázis legnagyobb egybefüggő felülete. A szakemberek 1993 óta tudják, hogy a felszín alatti réteg a legtöbb helyen gyengén, néhol erősen szennyezett. De nem csak ott, hanem itt, az Epreskert utca környékén is ugyanaz a helyzet. A talajban sok a szerves oldószer, mert a szocializmus idején az egykor itt működő ipari létesítmények nem fordítottak kellő figyelmet azok tárolására. 2016-ban nyílt lehetőség arra, hogy speciális módszerrel elkezdjék már a föld alatt megtisztítani a vizet. A szakemberek először felmérték, hogy akár pontosan mekkora területet érint, és hol, milyen mértékű a szennyezettség. Ezt követően minden területre külön tervet állítottak össze, majd a tényleges beavatkozás is elindult. Különböző kármentesítési eljárásokat, kombinációját alkalmazzák. Mindegyiknek a lényege az, hogy olyan kémiai anyagot juttatnak el a szennyezett területen a felszín alatti térbe, amely vagy elősegíti, vagy pedig gyorsítja a szennyezőanyag lebomlását, és jelenleg a hatóanyag bejutatása folyik. A feladat hatalmas. Ezt mutatja az is, hogy több mint 6 milliárd forintba fog kerülni, és évekig tart majd. A kármentesítők folyamatosan nyomon követik az elvégzett munkahatékonyságát. Tudni kell, hogy ezeknek a felszín alatt zajló folyamatok az a sajátosság, hogy azokat sajnos nem lehet pontosan megtervezni, pontosan tervezni a környezet nagy változékonysága miatt, és ezért ugye ezt a műszaki beavatkozást is több fázisra bontják a kollégák, és mindig megfigyelik, hogy az adott fázisnak milyen eredményei voltak, és a soron következő fázis hatékonyan megtervezése miatt szükség esetén ugye korrigálják is az eredeti terveket. A szakemberek 2023. szeptemberében fejezik be a munkát, ezt követően viszont legalább 4 évig még monitorozzák majd az egész területet.